Önök a Poli Televízió híradóját látják, a műsorvezető Deák Mária. Köszöntöm az aktuális nézőit, jó napot kívánok! Kérem, hallgassák meg híreinket röviden, egy-egy mondatban. Baleset történt a Kézdivásárhelyi vasútátjárónál. Korlátozzák a parkolást. Bemutatták a Székelyföld mítoszait. Románia és Spanyolország csapatai mérkőztek Kézdivásárhelyen. Megkezdődött a kosárlabda bajnokság. Most pedig nézzük a részleteket. Az egykori Ifed telephelyénél levő vasúti átkelőnél Kézdivásárhelyen példátlan baleset történt. A Bereck felől érkező vonat egy személygépkocsival ütközött. Szerencsésnek is nevezhetjük azt a gépkocsi vezetőt, aki az Állomás utcai vasútátjárónál nekihajtotta a Bereck irányából Kézdivásárhelyre érkező vonatnak. A helyen immár 3 éve, hogy nincs sorompó, így a vonat lassítás és megállás nélkül gurul át az említett szakaszon. Hogy a baleset mégis megtörténhetett, az a rossz látási viszonyok rovására írható, ugyanis egy kisebb földhalom takarja a vonat nyomvonalát. A Kézdivásárhelyi vasutasok szerint ehhez hasonló baleset sosem történt a Céhesvárosban, sem a Szentkatolnai, sem az Oroszfalvi átkelőknél nem kellett baleseti jegyzőkönyvet írjanak. A mostani esemény szerencsére csak anyagi kárral járt, személyi sérülés nem történt. A személygépkocsin kívül a vonatban is kár esett, a meghibásodott fékrendszer miatt a szerelvényt megállították az állomáson, a tovább utazni vágyók pedig meg kellett várják, hogy az utazási vonalat működtető cég egy újabb motoros vagont küldjön Brassóból. Az október 27-én megtartott tanácsülésen született döntés arról, hogy a város keskenyebb utcáin betiltják a parkolást. Ez elsősorban az udvarterekre érvényes, ahol ezentúl büntetés nélkül huzamosabb ideig nem szabad megállni gépkocsival. Egyre sűrűbben lehet látni főleg a tömbházak között rögtönzött parkolóhelyeket, amelyeket az élelmesebb lakók alakítanak ki, hogy legyen hol megállniuk az autójukkal. Teszik ezt annak ellenére, hogy az érvényben levő törvények értelmében közterületen tilos az ilyen jellegű építmények létesítése, de az is igaz, hogy az utóbbi időben egyre nehezebb parkolót találni Kézdivásárhelyen. A gépkocsik számának a növekedésével nap mint nap kevesebb az a hely, ahol törvényesen meg lehet állni rövidebb-hosszabb időre. Önkényesen persze ezt bárhol meg lehet tenni, hiszen lépten-nyomon láthatunk felelőtlenül megállított autókat, amelyek hol a forgalmat akadályozzák, hol pedig a házak, intézmények bejáratait állják el. A legutóbbi tanácsülésen elfogadott határozattervezet értelmében a közeljövőben megtiltanák a gépkocsik megállását a 6 méternél keskenyebb utcákban. Mivel Kézdivásárhelyen majdnem minden utca beleesik ebbe a kategóriába, az intézkedés egyáltalán nem enyhít a parkolási gondokon, legfennebb a forgalmon könnyít valamennyit, és mivel több lesz a tiltótábla, értelemszerűen a rendőrök is több büntetést fognak kiszabni. A határozat elsősorban az udvartereket érinti, mert a keskeny átjárókban egyetlen gépkocsi is teljesen akadályozza a forgalmat. A tanács egyhangulag elfogadta a határozattervezetet, jól lehet arról nem esett szó, hogy az udvarterekben lakó, de garázssal nem rendelkező jármű tulajdonosok ezentúl hol állíthatják meg az autójukat. Némiképp ehhez kapcsolódik egy másik elfogadott tervezet is, amely szerint ezentúl 500-tól 1000 lei terjedő büntetéssel sújthatják azokat, akik a közterületeken gépkocsikat árusítanak. Ez a határozat is lakossági kérésre készült. Kézdivásárhely több pontján, például a Bölcseszkó utcában nemrég kialakított parkolókat gyakorlatilag autópiacként használják a környékbeliek, és ez a határozat ennek a tevékenységnek akar véget vetni. Családias hangulatban zajlott le Dan Manolekescu újságíró sikerkönyvének, a Székelyföld mitoszainak a bemutatása. A közönség találkozón a szerző és az egybegyűltek a román-magyar együttélés égető kérdéseiről folytattak párbeszédet. Részleges autonómiánk van, bár az nincs törvénybe foglalva, véli Dan Manolekescu újságíró, aki az mellett tör pálcát, hogy az önrendelkezést minél tágabbra kell kiterjeszteni, és nem csak Székelyföldön kell azt alkalmazni, hanem az ország összes történelmi régiójában. A fiatal újságíró a legutóbbi könyvének bemutatóján fejtette ki ezt a véleményét, ahol a területi és kulturális autonómia kérdéskörét boncolgatta, és persze összefüggésbe hozta a könyvével, ami a székelyföldi román-magyar együttélés pillanatképeit foglalja össze egy nagyon olvasmányos és tanulságos formában.
A közönség találkozón párbeszéd alakult ki a szerző és a közönség között, amiből kiderült, ha holnap autonómiánk lenne, akkor nem nagyon lenne mit kezdjünk vele, ugyanis az ezzel kapcsolatos kérdésre senki sem tudott kielégítő válasszal szolgálni. Manuel Lăcescu úgy véli, hogy a politikusok győzködése helyett inkább a népet kellene meggyőzni az autonómia szükségességéről, és azt is bebizonyítani, hogy úgy a konstancai, mint a kézivásárhelyi polgároknak jobban menne a sora, ha ők döntenének a bürokratikus kérdésekben. A szerző a média és a médiafogyasztó viszonyáról is beszélt. Meglátása szerint jelen pillanatban a világ sokkal jobb lenne a nézettségi indexeket vadászó tévécsatornák nélkül, amelyek akaratlanul is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy sötétebb, erőszakkal teli életet éljünk. A találkozó végén az újságíró elmondta, gondolkodik azon, hogy a közönség találkozókon lecsapódó véleményekkel egészítse ki a könyvét, s egy újabb, bővített kiadásban is kiadja. Az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb sporteseményének volt a házigazdája, a Kézdivásárhelyi Sportcsarnok. Október 28-án Románia és Spanyolország futsal válogatottai mérték össze tudásukat. Zsúfolásig megtelt a Kézdivásárhelyi Sportcsarnok, ami igazolja, hogy a sokat ócsárolt és bírált létesítmény felépítése nem volt hiába való. A csarnokban mintegy 1500 ember zsúfolódott be, hogy végigkövesse Spanyolország és Románia terenfoci válogatottainak a barátságos mérkőzését. A két nagy csapat előtt a Kézdivásárhelyi és a brassói futsaljátékosok adtak kóstoló terenfociból, majd a közönség tapsviharában az Európa és világbajnok spanyol válogatott és a zömében dévai játékosokból álló román együttes lépett pályára. Már az első percekben kiderült, hogy az ibériai félszigetről érkező csapat néhány klasszissal felülmúlja a hazaiakat, s bár látszólag a játék végig kiegyensúlyozottan zajlott, a 3-1-es végeredmény beszédesebb minden szónál. Precíz passzok, átgondolt taktika jellemezte a vendégek játékát, aminek alapján bátran kijelenthetjük, hogy az eredménytábla mutathatott volna nagyobb eltérést is a mérkőzés végén. A meccset a Telesport csatorna élőben közvetítette, ami egy újabb premiernek számít Kézdivásárhelyen. Az újságírók és a szakemberek egyhangúan dicsérték a sportcsarnokot is, ami biztató előjel arra nézve, hogy ezentúl is lesznek majd hasonló rangú mérkőzések. Jó választásnak tűnik a Kézdivásárhelyi Sportegyesület kosárlabda szakosztályának új edzője, a budapesti Hertai Tamás. Az általa felkészített együttes már az idén első mérkőzésén fölényes győzelmet aratott a sportcsarnokban megtartott bajnoki mérkőzésen. Nagy lendülettel kezdték az idényt az U16-os korosztályú kosárlabdázóink, ezt leginkább a hétvégi mérkőzésen vendégül látott Rumnyuk-Vulcsai csapat tapasztalhatta meg, akiket 77-42-re győztek le a Kézdivásárhelyi lányok. A KSE csapata egy kicsit nehezebben lendült játékba az első negyedben, de a Hartai Tamás által edzett játékosok hamar feltalálták magukat, s a második negyedtől kezdve igazából csak a KSE csapata volt a pályán, az ellenfél céltalan játékával nem tudott a színvonalukra felnőni. Az első negyed után nyilvánvaló volt a mérkőzés kimenetele, csupán a pontkülönbségek kérdése maradt függőben a mérkőzés végére. A KSE legtöbbet dobó játékosa Demeter Hanna volt, az ő játéka 31 pontot nyomott a latba a KSE javára. A kiforró csapatmunkát bemutató együttesből még Domokos Réka és Lénárd Paula teljesítményét emeltek ki az edző, akik 18, illetve 10 pontjukkal jelentősen hozzájárultak a győzelemhez. Október 25-én a Nagymózás Sportklub fiúcsapata is megkezdte az őszi idényt. A Farkas Alpár által felkészített játékosok az U18-as korosztályú országos bajnokság első fordulójában hazai pályán mérték össze erejüket a Türkuzsiói Iskolás Sportklub csapatával. A mérkőzés mindvégig idegfeszítő hajrában zajlott, a szoros végeredmény pedig egy kiegyensúlyozott játékot tükrözött. A Kézdivásárhelyi fiúk végül 79-77 arányban győztek, ami a pályán nyújtott teljesítmény alapján méltányos eredmény, hiszen ennyivel jobbak is voltak. A csapat következő mérkőzése december 1-én lesz Sepsiszentgyörgyön az ottani iskolás sportklub ellen. Kedves nézőink, a hét utolsó híradóját látták. Köszönöm figyelmüket, legközelebb hétfőn várom önöket, viszontlátásra!